Meghosszabbították az AKG pályázatok beadási határidejét. Az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatási kérelmeket így 2015. december 31-éig nyújthatják be a gazdák elektronikusan. Az összes vidékfejlesztési pályázatot meghirdeti 2016 végéig a kormány. Az első öt kiírást összeltették közzé, az év végéig pedig különböző agrárberuházást támogató felhívások jelennek meg. Az AKG, azaz az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás kiírása egy öt éves célprogram, amiben a környezettudatos gazdálkodást helyezik előtérbe. Emellett a program kiemelten kívánja támogatni a biológiai sokféleség megőrzését, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat kialakítását. A 158 milliárd forintos keretösszegből várhatóan 11 ezer pályázót támogatnak majd országosan. Az új felhívás több újítást is tartalmaz, az előző 7 éves ciklusban megszokottaktól eltérően más kritériumoknak kell megfelelniük a gazdáknak. Eszerint a pályázók a kötelezően teljesítendő minimum elvárások mellett a gazdaságuk adottságához mérten vállalhatnak különböző kötelezettségeket, ezzel növelve a pályázat pozitív elbírálásának esélyét, illetve a támogatás összegét. Korábban a szántóföldi növénytermesztésre az AKG támogatások jelentős hányadát a nagy gazdaságok nyerték el, így az idei évtől bevezetik majd a degressziót. Murawski Gábor, mezőgazdasági szaktanácsadó a vendégünk. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok, köszöntöm a tévénézőket. Miben más ez a bizonyos agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás, mint az eddig megszokottak, akár mondjuk a területalapú támogatás? Hát az agrárkörnyezetgazdálkodás a területalapú támogatástól csak abban hasonló, hogy ez is terület alapján működik, de egynagában ezt egy teljesen más célú pályázatról van szó, vagy támogatásról van szó. Az alapcél és az alap az nem változott, eddig is azért kapták ezt a gazdálkodók, ezt a támogatást, hogy ha vállaltak olyan feltételeket, amivel a környezetet kímélték, egy kicsit környezet tudatosabban vagy környezet kímélően gazdálkodtak, akkor ennek a úgynevezett jövedelempótló, azt a kiesett jövedelmét pótló támogatást kaptak, és ez a cél az most is ugyanez, hogy ezt fogják támogatni. Milyen típusú gazdálkodás vagy gazdaságok pályázhatnak erre? Gyakorlatilag ugye ez egy öt éves ciklusról van szó. A 2014. augusztus 31-én zárult el az előző AKG, és jövő január 1-én fog indul a következő. Nagyon széles körben lehet egyébként erre pályázni, összesen 16 tematikus előráscsoport van, amivel lehet választani a gazdáknak. Ez is két részre oszlik, vannak a horizontális és a zonális előráscsoportok. A horizontális az, amire mindenki pályázhat, itt különveszik a szántó, az ültetvény, a nádas és a gyep programokat, valamint a hátralévő tematikus előráscsoportokra a magas természeti értékű területen gazdálkodók pályázhatnak. Mik a kritériumok, az is elhangzott ebben a felvezető anyagban, hogy megváltoztak a kritériumok? Alapvetően a pályázási kritérium az nem egy nehezen megléphető dolog, tehát itt az kell, hogy legalább egy hektár területtel rendelkezzen a gazda, és egy parcell legalább 0,25 hektárnak kell lenni, valamint be kell tartani a helyes mezőgazdasági gyakorlatot és az integrált növényvédelmi elveket. Maga a program, tehát a belépési szint az nem sokat változott, maga a támogatásrendszer és az AKG programnak a szerkezete változott az előző ciklushoz képest. Alapvetően külön forrásból támogatják a agrárkörnyezetgazdálkodást és külön az ökológiai gazdálkodásra való áttérést. Valamint egy új elemként jön be, hogy eddig az öt éves ciklusban nem lehetett öt éven belül belépni. Most a támogatási összegetnek a 90%-át, ami a felvezetőben elhangzott, ez a 158 milliárd forint, ezt most megnyitják, de ez csak az egész összegnek a 90%-a, és egy másik 10%-ot 2017-ben fognak megnyitni.
Tessék. Kik azok, akik előnyt élvezhetnek ezen a pályázaton? Az is elhangzott, hogy lehet különböző kötelezettségeket vállalni. Mik ezek? Hát azt nehéz megmondani, hogy kik élveznek előnyt. Önmagában ez egy olyan pályázati rendszerről van szó, hogy a gazdálkodók saját maguk választják ki azokat az elírásokat, amit 5 éven keresztül be fognak tartani. Ez is egy új elem, mert korábban ilyen választhatósági lehetőség nem volt. Rengeteg elem van, ami közül lehet választani. Azt javaslom a gazdálkodóknak, hogy akik ismerik ezeket, a saját gazdálkodásuknak megfelelő előírásokat válasszák ki, ami természetesen ehhez társuló támogatási összegeket is érint. A továbbiakban tehát az a lényeg, hogy ha van egy elképzelése valakinek, hogy milyen rendszerbe szeretne tovább gazdálkodni, akkor gyakorlatilag most összeállíthatja. A későbbiekben ugye ezek közül már nem lehet választani. Tehát mondtam, hogy 5 éve, vagy 2017-ben még egyszer be lehet lépni ebbe a ciklusban, de az csak az új belépőkre vonatkozik. A most kiválasztott programokat kötelezően be kell tartaniuk. Mennyire igényel rákészülést egy ilyen pályázat? December 31-ig lehet még benyújtani, ha valaki most akarja ezt elkezdeni, akkor még van rá esély? Van, természetesen van rá esély. Nyilván ezt a pályázatot ez nem adhok jelleggel lehet beadni, tehát erre fel kell készülni, össze kell rendezni a gondolataikat, hogy melyik területet lehet milyen programba bevinni. Amit én javaslok a gazdálkodóknak, hogy rendezzék le a földhasználatokat, mert tehát az fontos feltétel, hogy 2016. január 1-től rendelkezni kell a területnek a földhasználatával, ugyan a területeket, koordinátáikat be kell azonosítani, tehát GPS-szel területet fel kell mérni, és hogyha ezek az előkészületek megvannak, akkor vagy saját maguk elektronikus felületen ügyfélkapun keresztül be tudják adni a pályázatot, vagy hogyha nem jártasak az ügyfélkapu rendszerében, akkor vagy a falugazdászokat, tanácsadójukat, vagy pályázati írókat nyugodtan megkereshetik, és ők elkészítik számukra, vagy segítenek a benyújtásban. Ugye a 31. a benyújtási határidő. Mire számíthatnak a továbbiakban? Mikor várható ebből bírálat, illetve mikor látnak belőle pénzt? Hát úgy van, hogy november 7-től december 7-ig van a beadási határidő. Most megjelent az MVA felületén egy közlemény, hogy meghosszabbították a határidőt december 31-re. A bírálat ugye elvileg 30 napon belül bírálják el a pályázatot, tehát ez érdekes, mert ugye december 31-én zárul a pályázati beadás lehetőség, és január 1-ével már kötelezettségeket be kell tartani. Viszont bírálat biztos, hogy később keletkezik, viszont arra felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy a vállalt kötelezettségeket akár elbírálták a pályázatunkat, akár nem, január 1-től már be kell tartani. Kizáró lehet, hogyha ezt nem teljesíti valaki már január 1-től? Hát ugye a kizárás az nem a pályázat, tehát így nem úgy a pályázat bírálat, akkor ez valószínűleg még nem derül ki, hanem később az ellenőrzés folyamán, hogyha hiányosságra bukkannak, akkor bizony vannak olyan hiányosságok, ami aki kizáró tényező is lehet. Évvégéig várható-e még, vagy egyáltalán a közeljövőben várható-e még egyéb pályázat megjelenése? Hát a miniszterelnökséget vezető minisztériumnak, a vidékfejlesztési államtitkára korábban egy 32 pályázati felhírást tett közzé, hogy még az idén meg fog jelenni. Nehéz erről mondani, hogy ebből mi fog megjelenni. Az biztos, hogy már most a trágyatárolók telepeknek a korszerűsítése, az már most megjelent, december 20-tól január 20-ig lehet pályázatokat beadni, valamint várható, hogy a közeljövőben megjelenik az ültetvénytelepítésnek és az ültetvény korszerűsítésnek a támogatása is. Ezen kívül természetesen sok jogcím van, amin még dolgoznak, erről a kettőről van konkrét információnk. Kik azok, akik különösen figyeljenek? Én azt gondolom, hogy az elkövetkező rendszerben, akik pályázni szeretnének,
azok érdemes, hogy szépen átgondolják a gondolataikat, hogy mi az, ami szeretnének fejleszteni, hogyha valami olyan pályázat van, ami esetleg engedélyköteles, akkor vagy tervezés igényel, akkor a tervezési folyamatokat érdemes elvégezni. Például, hogyha valaki az ültetvénytelepítési támogatásra szeretne pályázni, akkor javaslom, hogy már most rendezze a földhasználati viszonyokat, intézze el a telepítési engedélyeket, vízjogi engedélyeket, vagy hogyha esetleg olyan beruházást szeretne, ami építési engedélyköteles, akkor terveztesse azt meg, indítsa el az engedélyezési folyamatokat, mert a pályázati felhívások többnyire egy hónapra nyílnak meg. Ez az egy hónap, ez nagyon rövid idő arra, hogy akkor kezdjük el ezeket a folyamatokat. Nem lehet itt tehát télen sem pihenniük. Nem, mindenképpen. Marapszki Gábor, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.